Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 60. fejezetében, a 19. verstől kezdődően a következőképpen. Így folytatja a próféta. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod. Letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország. Facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr, rövid idő múlva megvalósítom ezt. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, azt hiszem, hogy így karácsony másod ünnepén, amikor újra és újra találkozunk egymással, azért kiszalad a szánkon az a kérdés, hogy na, hogy telt a karácsony. És erre mindenki udvariasan azt mondja, hogy jól, szépen eltelt, minden rendben volt, a család is együtt volt. Hogy telt az ünnep? Lehet, hogy úgy is föl lehetne tenni a kérdést, ha már egy ilyen igét kapunk, hogy ki az, aki csalódott az ünnep során. Csalódott azért, mert nem azt az ajándékot kapta, amit gondolta, a gyerekek néha csalódnak, mert a szülők eltervezik, hogy milyen ajándékot szeretnének a gyermekek kapni, és a gyermekeket nem kérdezik meg, és akkor kiderül, hogy nem stimmelt a dolog. De lehet csalódni azon is, hogy nem sikerült azt az idillt, azt a kellemes légkört megteremteni, amit szerettünk volna. Nem úgy reagáltak a többiek, ahogyan azt mi vártuk volna. De lehet kellemesen is csalódni, hogy rosszabbat vártam, silányabbat vártam, szürkébbet vártam, és ami egészen jó dolog történt. Van pozitív csalódás is. Hát Izrael népe egy olyan proféciai helyzetben van, Ézsaiás úgy profétál, hogy egy olyan népet szólít meg, akik csalódtak. Csalódtak a váradalmaikban. Olyan dolog ez, mint a rendszerváltáskor mindenki azt gondolta, hogy mostantól kezdve mindenki gazdag lesz, és nem az lett. Sok szenvedésen és megaláztatáson van túl az a nép, és várták régóta a felemelkedést, várták régóta az ígéret beteljesedését, hogy felszabadulnak, hogy elszakadnak a láncok, és minden olyan nagyon, nagyon a helyén lesz. Örömteli lesz, és jóleső érzéssel gondol saját magára majd az a nép. Lehet, hogy nem várták annyira, lehet, hogy már eleve csalódottak voltak, lehet, hogy eleve bizonytalankodtak, de mégis megszabadultak, és aztán nem történt meg olyan nagy áttörés, mint ők gondolták. Nem lett tökéletes számukra a világ. És majd újjáépítik a várost, Jeruzsálemet, és újjáépítik a templomot, és az élet sötét dolgai és keserű oldalai valahogy továbbra is megmaradnak. A saját magukban felfedezett gyengeség és tehetetlenség az továbbra is megmarad. Világosságról beszél Istennek az igéje, és akkor kezdjük ezt az ellenkező oldalról, a sötétség oldaláról. A sötétség az törvényszerűség. Félelmet keltő törvényszerűség. Ahol sötétség van, ott előbb-utóbb felüti a fejét az izgalom, az idegesség, a feszültség és a félelem. Mindig ott leselkedik, mindig ott bosszant, és amikor már egészen jól mennek a dolgok, vagy úgy tűnik, hogy akár mehetnének egészen jól is a dolgok, valami közbe jön. Valahogy mindig számítani kell arra, hogy valami mindig közbe jöhet.
egy karácsonyi ünnepléskor is, valami mindig közbe jöhet. Számítani kell arra, hogy valami elromolhat. Ezt az állandó csalódási helyzetet éli át Izrael népe, a választott nép, akinek nagyon sokszor kell keserűen megtapasztalnia azt, hogy van sötétség. Opció az. Fenyegető erők vannak, fenyegető erőtlenségek vannak a népsorai között. Éppen ezért nem véletlen az a kép, amit használ a próféta, a napnak és a holdnak a képe. Valamiben kapaszkodik az ember, valami jelzi számukra, hogy azért csak mennek előbbre a dolgok. Valamiben szeretnénk egy kicsit reménységet látni. Nap és a hold. Milyen nagyszerű dolog az, amikor egy hosszú és hideg éjszaka után elkezd derengeni a hajnal, és már látjuk, hogy most kezdődik újra. Újra az esélyek, a lehetőségek, a reménység kerül elénk. Milyen jó dolog úgy, bocsánat, képekkel játszunk, úgy leülni a karácsonyi ünnep idején, hogy ez akkor megint indul valami, elkezdődött újra az egyházi esztendő, megint elkezd valamit az Isten, hát ha most akkor jobban sikerül. Az éjszaka sötétjébe sok gonoszság és félelem fér el, az sem véletlen, hogy igen sok pogány népnél a nap és a hold, és általában az égi testek, amik valamiféle fényt jelentenek, támpontot jelentenek, és amire lehet támaszkodni, azok istenséggé avanzsálódtak. Istenségként tekintettek, mert azt gondolták, hogy szükség van arra, hogy valaki világítsa az utat. Szüksége van egy olyan támpontra, ami nem sötét támpont. Nem véletlenül lett ez így, valamink van, ami előzi a félelmet, a félelmes időket. Legalábbis egy időre. Igen, a nap is lemegy, a hold is ugye, néha megfogyatkozik, néha meg ugye, helyreáll, bizonytalanság van ebben is. Mindig számítani kell, amikor elindul a nap, számítani kell arra, hogy egyszer el fog jönni a szürkület. A növekedés után a fogyás. És kész az ember mégis azt mondani, hogy de legalább egy időre. Legalább egy rövid időre egy kis világosságot láttunk. A karácsony milyen jó ünnep. Egy rövid időre. Van hivatkozási alap, hogy miért akarunk több szeretetben élni, vagy kicsit emberibb kapcsolatokban lenni. És kész az ember akár még isteníteni is valamit, ami időlegesen ad egy kis világosságot. És aztán beletörődik az ember abba, hogy ez már csak így van. A világos dolgok sem annyira világosak, vagy nem annyira világosan láthatók. A világos dolgok sem örökkévalók. Így van ezben a világban. Arra kell számítanom, hogy előbb vagy utóbb valami hiba csúszik a számításokba. Hogy az élet, és bocsánat, most nagyon határozottá fog válni talán ez a két mondat, az élet, a létezés egyszer csak megbicsaklik. A halál megbicsaklása ott van. Az elmúlásnak, az összetörtségnek, a teljes elvesztésnek a megbicsaklása ott van, és lezárja a lehetőségeimet. Izrael népe egy olyan nép, aki azt tudja magára, hogy választott népként van nyilván tartva. Kiválasztása arról szól, hogy az Isten megmutatja ő rajtuk az ő dicsőségét. Nem mindig vannak tisztában azzal, hogy ez pontosan mit jelent. Nem mindig vannak abban a hitben, hogy ebbe bele tudjanak kapaszkodni. Nem mindig értik, hogy miféle dicsőséget akar megmutatni az Isten, miközben babiloni fogság van, miközben a fogságból ugyan megszabadít, de nem javulnak meg úgy a dolgok, ahogyan azt mi szerettük volna. Miközben a babiloni fogság alatt megtanítja nekünk az Isten, hogy bizony oda kellett volna figyelnünk jobban az ő szabályaira, törvényeire, igéire, és majd tanulunk ebből, és úgy tűnik, hogy talán mégsem sikerült tanulni a hibáinkból. Annyiszor határozta el az ember, és már nem Izrael népéről van csupán szó, hanem az emberről. Izrael népe azért van kiválasztva, hogy az ember legyen odaállítva saját magunk szeme elé. Felismerjük saját magunkat. Ahogy Pál apostol mondja, a mi tanításunkra írattak meg ezek a régi dolgok. Annyiszor határozta el az ember, hogy mostantól máshogyan fogom csinálni. Mostantól máshogyan fognak történni a dolgok. Elhatározzuk a világ mindenségre vonatkozóan is, mi emberek vesszük a bátorságot, hogy máshogy lesz a világ most már. Mint ha lenne rá hatalmunk. Majd jobban figyelünk. Majd jobban tanulunk a hibáinkból, mint eddig. Vigyázzunk magunkra. Az első aláhúzott üzenet, amit az Isten ebben az igében elénk ad, hogy én vigyázok rád.
Hát ott kezdődik az életed, a létezésed történet, hogy én vigyázok rád. Ezt kell tudnod, azért kell annak a jászolnak ott lenni előtted, azért kell felismerni ott pásztoroknak és idegeneknek, bölcseknek azt, hogy nem emberi bölcsességgel, hanem Istentől kapott ajándékként, hogy itt valami egészen új dolog történik, hogy világos legyen, hogy mindaz az út, amit eddig bejártunk, mindaz a próbálkozás, amivel megpróbáltuk az életet, a létezést nemesebbé tenni, élhetőbbé tenni, jobbá tenni, az mind, ennek az eredménye mégis csak mind az Isten tenyerén van. Én vigyázok rád, én gondoskodom rólad. Szükséged van egy olyan világosságra, ami nem fogy el minden nap, amiben nincsen elrejtve a bukásnak a lehetősége. Szükséged van egy olyan vezető erőre. Az Isten bennünket elemez. Ezt nekünk kéne tudni. Önelemzésként nekünk kellene erre a következtetésre eljutni, hogy nekem szükségem van egy olyan világosságra, amely nem fogy el, ami mindig stabilan ott van. De nem jutunk el mindig erre a végkövetkeztetésre. Akkor odáll az Isten, nézd meg, én elhoztam. Mert szükséged van rá, ami nem vezet félre, amiben nem csalódsz. Vagyis igazában Ézsaiás proféta arról tesz bizonyságot, hogy az Isten kiveszi a kezünkből a találgatást, a bizonytalan találgatásnak az eszközét. Minden időben a karácsony ezzel az igénnyel kerül elénk, mint ünnep. Ne keresgélj, ne kutass magad emberi erejével, ne találgass, ne morfondíroz. Én gyógyítok. Én tudlak jól vezetni. Én tudok olyan világosság lenni, amelyben biztonságban tudhatod magad. Nemrég valaki úgy nyilatkozott, legalábbis egy újságban ezt a mondatot ragadták ki, hogy az egyháznak változnia kell, a kereszténységnek nem ilyen ünnepi időben is, nem ünneplőnek, hanem irgalmasnak kell lennie. Azért ünnepeljünk mi. Ünnepeljük azt, hogy megjelent az irgalmas Isten. Megjelent az az Úr, aki tud úgy szeretni és irgalmasan bánni velünk, hogy abból nekünk világos látásunk legyen és előre haladásunk legyen, hogy célba érkezésünk legyen. Igenis, ünnepe van a kereszténységnek, legyen bizonyságtételünk ezekben a világban, kiállni a világért és elmondani, hogy ünneplünk, és nem magunkat ünnepeljük, hanem azt, aki eljött közénk, akiről ígéret szólt. Ezt adja elénk az Úr Jézus, én tudok olyan világosság lenni, amelyben biztonságban tudhatod magadat. Én tudok olyan világosság lenni a számodra, amely önmagában minden magyarázat nélkül elegendő lesz a szívednek, a lelkednek. Sőt, még fontosabb kijelentés az, hogy én akarok a te életedben ilyen világosság lenni, hogy ne maradj sötétben. Én akarom. Nem biztos, hogy az ember, nem biztos, hogy Izrael népe mindig helyesen tudta akarni a jót, az Isten közelségét. De azt mondja az Isten, én helyesen akarom és jól. Azt akarom, hogy ne maradj sötétben, hogy ne maradj homályos képzelgésekben, arra vonatkozóan, hogy ki vagy, hogy honnan érkeztél, hova érkezel, milyen úton haladsz és miért. És biztos a minden korban megvannak az elkeserítő jellemzők, az éppen aktuális korra jellemző keserű dolgok. Ezért mindig időszerű az Istennek ez a beleszólása, hogy én itt vagyok, a te oldaladon vagyok, nem maradtam el tőled, nem fordítottam neked hátat. Izrael népét kivezetem abból a fogságból, felépítik a templomot, felépítik a várost, és még mindig marad keserűség azért, hogy érezzék és tudják, hogy én fogom őket szabadítani. Nem tudják a saját kezükkel felépíteni. Imádkozunk minden alkalommal az országért, a nemzetért, a gyülekezetekért, az egyház megújulásáért is. Nem azért imádkozunk, mert ezzel majd mi kieszközlünk valamit, hanem mert tudjuk, hogy ki az, aki meg tudja tenni. Ki az, akihez futunk? Azok a pásztorok sietnek. Siessünk, menjünk, nézzük meg, mi van ott annál, ahogy az angyal mondta, úgy van-e valóban. A bölcsek is mérik az időt. Nézik, ott megvan a csillag, most történnek az események, nem szabad lemaradni. Azt mondja az Isten, én vezérlem a világ mindenséget, és az ott kezdődik, te nálad. Téged tartalak a kezemben, bízz én bennem.
Az ige másik üzenetével kapcsolatosan hadd térjünk picit vissza az adventi időre. Az adventi idő, ugye az oltárterítő színe lila, böjti idő, bűnbánati, a bűnre való rátalálásnak a lehetősége, vagy ennek az ideje, annak a vezetésnek a felismerésében vagyunk, hogy sokszor gyengén látunk. Hogy sokszor nem látjuk élesen a körvonalakat, az életnek a körvonalait, az Istennek a körvonalait. Gyengén látók vagyunk, és sokszor ügyetlenek. Nem jól vesszük kezünkbe az ügyeket. Ennek a felismerése és beismerése, alázatnak az ideje. És akkor azt mondja az Isten karácsonykor, akkor én még közelebb jövök. Ha felismerted a helyzetedet, akkor én még közelebb jövök. Még jobban eléd állok, hogy beleakadj a szeretetembe, a közelségembe. Hogy az egyre világosodó látás során hitetlenkedve tapogass körül, hogy ez valóban így van, valóban ilyen közel van, valóban itt van egy karnyújtásnyira. Az Isten szeretete valóságosan megjelent. És valóban az Úr Jézus dicsősége az, hogy nekem ebben részem legyen. A karácsony éppen ezért minden ellenkező értelmezéshez szemben igenis ünneplésre hív, vagyis örömre. Nem a saját magunkban megtalált és nagy nehezen magunkból kicsikart örömre, hanem amit kapunk. Nem az öröm teljesítményét várja, mint hogyha ez lenne a keresztény embernek a kötelessége. Karácsonykor tessék örülni, karácsonykor tessék megmutatni a világban, hogy a kereszténység még tud örülni. A pogányság már nem, de mi keresztények, mi még tudunk örülni. Mi nem tudunk örülni, hanem ajándékba kapunk valamit. Örömöt. És nem akármilyen örömöt, hanem ahogy az ige mondja, az Úr lesz örök világosságod. Nincsen sötétség és világosság váltakozása, sem fény és árnyéknak a váltakozása, hanem mindig világosan ott van. Időről időre nyilván programokat fogalmazunk meg, hogy az éppen aktuális világban vajon hogyan jelenjen meg a kereszténység, az én keresztény életem az hogyan működjön, mit csináljon. A karácsony éppen azt prédikálja, hogy ő mit csinál. Ezért szabadott leborulnunk. Egyszerűen szabad elengednünk az eseményeket, hogy tudja az Isten, hogyan kell engem megszabadítania. Tudja az Isten, hogyan kell nekem azt megadnia, amire tényleg szükségem van. Jobban tudja, hogy mire van szükségem, mint én magam. Miközben oda megyek elé, és súlykolom neki, Uram, de én nekem ez kell. Én tudom, hogy mire van szükséged. És mikor van az az idő, amikor annak meg kell érkeznie. És az azért lesz helyes, mert én cselekszem. Karácsony azt prédikálja, hogy ő mit cselekszik, hogy a boldogulás, a boldogságra érkezés az a megjelenő Úrnál van, hogy boldogulásról van szó egyáltalán, hogy boldogulásról lehet szó egyáltalán, arról az örömről, ami nem múlik el, ami nem halványul el. Az Úr Jézus megszületik Betlehemben valódi gyermekként, letagadhatatlan e világi igazságként, de ő Isten ajándéka a világnak. Itt van kézzelfogható közelségben, ezt nagyon nehezen is fogjuk fel, hogy miközben van az Istennek az ember, hogyan lesz az Isten emberré. És ott állnak az egyszerű emberek is, azt mondják, hogy nem biztos, hogy választ tudok erre adni, de itt van és látom. Nem tudom megmagyarázni, nem tudom, hogyan fogja rendbe tenni a karácsonyomat, a hétköznapomat, de ő azt ígérte. Kézzelfogható közelségbe jött, hogy az Urat érinthessük meg, hogy Isten bizonyosságunk lehessen. Ettől tapogatózik és szenved a világ, ugye ismerjük az igét, hogy a világnak a gyermekei is ugye sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Mert nem tudják biztosan, hogy a következő lépéssel mi fog jönni, hogy ott van-e az Isten. És fél ettől a bizonytalanságtól, vajon milyen az az Isten, aki ott van, ha ott van. Vajon milyen lesz az az Isten, aki majd a következő napon elém lép, vajon mire számítsak. Az Úr Jézus megjelent, és azt mondja, nézd én rám, erre számíts. Lásd azt a betlehemi jászolt, erre számíts, a közelségemre. Nézd azt a golgotai keresztet, erre számíts. A kereszt az nem távolságtartás, az közelség, az oltár,
az áldozati oltár, az trónus, ahol lehet leborulni, ahol lehet ott maradni, ahol lehet újulni, ahol lehet arra számítani, hogy nem elmúlik az éppen aktuális világosság, hanem folyamatosan előttünk van. Imádkozunk úgy ezért a mai ünnepért, pontosabban a mai ünnepet ülő kereszténységért és nem kereszténységért, hogy ezt a világosságot ezt egyre inkább felfedezze. Imádkozunk azért, hogy erősítsen meg és szenteljen meg úgy bennünket az Isten az ő szent lelkével, hogy mi tudjunk erről bizonyságot tenni, hogy van az a világosság, és itt van közel. Hogy világosan minden lépést helyesen lehessen megtenni, egy jó irányba haladva. Ámen, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hálát adunk békességért, emberek között megszülető szeretetért, hétköznapi emberi dolgokért, amikre vágyunk, hogy megtörténjenek, amikért próbálunk tenni is talán. Hálát adunk azért, mert te cselekszel, te vagy világosság. Te formálsz bennünket, nem magyarázatokat adsz, és nem az emberi gondolkodást és logikát irányítod, hanem megszületsz a szívekben. Urunk, magunk köré nézünk, magunkba nézünk, és azt látjuk, hogy ennek kell megtörténni valóban. Te rád van szükségünk. Hadd legyünk hát más emberré, általad újonnan szült emberré. Hadd legyen ez a bizonyságtételünk, hogy a te dicsőséged meglátszik rajtunk. Maradj velünk, Urunk, ezen a mai ünnepen, áldj meg bennünket és szeretteinket. Ámen.